hogy lehet, hogy ilyen kéne random adót csinálni, és akkor rendesen lenne ilyen sorsolás, nem? Hogy így ezért megtekerik a kereket. Brit tudósok szerint 6 férfiből 2, az 4. Na, Hali papi, mami, mindenkinek. Főzzünk együtt egyet, már úgyis rég dumáltunk, nem? Aztán mondom, bekapcsolom addig gyorsan egy picit. Érkezik a gicsadó. Nem tudom, áprilistól életbe lép, azt nem tudom, tudjátok-e. Ez a Óbuda Békásmegyer önkormányzata alapján, vagy ők kezdeményezték, én nem tudom. Ez mindig röhögök, hogy mit lehet még kitalálni egyébként, nem? Hogy gicsadó. Nem tudom, tudjátok-e, mit jelent, hát már nevéből mondjuk úgy lejön nagyjából. De arról van szó, képzeljétek el, hogy most nincsen meg a nagy... Azt nincs kedvem el most, ez baj. Ebbe fogok most akkor szerencsétlenkedni, ebbe a picibe. Annyit jelent a gicsadó, hogy építészetileg nem illik bele a környezetbe egy ház, tehát most nem a gicses izékre kell gondolni, csak tök mindegy, bármi. Építészetileg nem illik bele a környezetbe, vagy abba az utcába, akkor évi ilyen 500 000 forint bírságot fognak kiszabni. Na most ugye ez tök jó lesz, mert hogy most rádiót is hallgattam, és akkor mondták bennetek, hogy ki lesz az, aki eldönti, hogy nem illik bele, meg ilyen semmilyen szabályzat nincs erre, hogy mondjuk, mit tudom én, tehát ennyire nem szépek szerintem így Pesten, sem, ennyire nem ilyen szabályosak az épületek, meg az épületsorok, hogy ilyen nagyon gyönyörűen meg nem tudom, hogy ilyen rózsadomb, vagy itt hogy van, de hát azért könyörgöm, hogy most ki lesz az, aki megmondja, hogy az nem illik bele. Szóval jön valaki, és akkor azt mondja, nem tudom, az anyókának a házára, hogy nem tudom, hogy öreges ez a ház, fizessen adót érte. Vagy tök mindegy, tehát hogy mi alapján fogják eldönteni, hogy építészetileg az nem illik bele éppen az a ház, mert meg milyen az, hogy most kihoznak egy gicsadót, és akkor azt mondják, hogy kilóg az erkélyed, mit tudom, 5,3 centivel, mert építészetileg most biztos hoznak majd valami kamuszabályzatot, hogy... Na, bocsánat, csak volt közben egy telefonom. Na, már hol tartottam? Ja, igen, hogy hát ugye biztos hoznak majd valami idétlen szabályt, hogy ez meg ez van, de az milyen jó lesz, amikor mondják, hogy kilóg a, nem tudom, az erkélyed 3 centivel, és csináltasd meg, és akkor mondjuk rá kell költened egy 300 000 forintot, hogy ott beljebb hozzák, meg mit tudom én. Úgyhogy gicsadó, gyerekek, hát mit lehet még, és akkor milyen, amikor így összeülnek szerintetek, akkor így mennyit gondolkoznak ezen, hogy így mi legyen a neve ennek, hogy most mit lehet arra mondani, hogy így megmondjuk, hogy milyen színe legyen a háznak mondjuk, vagy nem tudom, és akkor hát nem tudom, hogy mi legyen, hogy lehet ezt körbeírni, nem, hogy és akkor az gics, mert hogy biztos gicses, és azért. De hát ugye nem az lesz a lényeg, hogy gicses valami, hanem pont az, hogyha ők azt mondják, hogy valami nem úgy kell, akkor nem úgy kell. Na már, ez milyen már, hogy megmondják ma azt is, hogy nézzen ki a házad. Na, hogyha még ezeket az villákat, ezeket a, nem tudom, aranyból van az és akkor megadóztatják, mert már nem tudja, hova költen a pénzét. Mondjuk, nem tudom, hogy ahhoz is kinek mi köze lenne. De hát ez, hogy igazából ennek az a lényege, hogy ami nem illik bele, majd ők megmondják a környezetbe, az fizessen adót. Nem is értem, hogy... Jó, hát mondjuk most már tényleg nálunk bármit meg lehet csinálni, mert ilyen fasságokat, hogy gicsadó, én nem is hallottam még ilyet, hogy ilyen van egyébként. Most meglepődtem megint. Szaradó, vagy valami kéne már, nem? Milyen izék lehetnének itt? Arra gondoltunk, pont azon rögtön, hogy lehet, hogy ilyen kéne random adót csinálni, és akkor rendesen lenne ilyen sorsolás, nem? Hogy így ezért megtekerik a kereket, és akkor, hogy most random kisorsolunk, mit tudom én, 10 embert, aki adózni fog ezen a
ebbe a hónapba, és így lerágod a körmödet így itthonia, milyen izgalmas lenne, hogy nehogy te legyél, és így trrr, és akkor így ezen a héten, aki adózik, a random adón, és akkor így kijön, mit tudom én, egy ilyen szerencsétlen valaki, vagy pont te, és akkor így nézze, hogy bazd meg, már megint én. És ugye a többiek meg nem szólnak semmit, mert ugye ez is ilyen mentalitás, ha nem érint téged, akkor nem szólalsz föl. Tehát amíg ugye nem sorsolnak ki egyszer se téged, addig nem érdekel a random adó. És akkor ilyen sorsolás lenne. És akkor nem úgy lenne, mint a, olyan reklám kéne neki, mint a izét a heti, mit tudom, ötös lottó nyereménye. És akkor tudtad, hogy a heti random adó ma 600 ezer forint. Mennyi? És akkor ilyen fickó, így izé. Kurva jegyüket nekik most már tényleg. Jaj, bazd meg. De itt igazából nem is lehet más semmit csak röhögni, nem az egészen? Most mit tudsz? Most gicsadó, meg random adó. Kéne ilyen izé is szerintem már. Ugye beszüntetik most már az italboltok is, vagy az italt is, ugye nemzetibe megy most már az is. A nemzeti italbolt, meg mit tudom én. És akkor meg kéne adóztatni most már, aki így éjszaka elmegy bulizni, nem? Hogy, vagy így az kéne tényleg, hogy ne is lehessen kimenni az utcára most már. Hogy azt is korlátozni kéne most már lassan, hogy úgy maradjanak az emberek benne a házukba. És ilyen kijárási tilalom lesz, szerintem. Meg kéne ilyen éjszakai buliadó, hogy így mennének a rendőrök, és ott bottal ütik az embereket, hogy miért bulisztok, amikor szomorúnak kéne egy legyetek. És akkor végül is az is lehetne egyfajta ilyen buliadó, bulibáró adó. Hát az nagyon jó hangzik, ilyen. Lehetne a bulibárós izével reklámozni, hogy bulibáró adó. De szerintem amúgy nézik a vlogokat, mert ilyenkor kapnak ilyen izét, ilyen ihletet. Én is most mondom, hogy random adó, és akkor így lesz utána, és így sorsolni fognak. És ilyen tök menő lesz a bizottságba bekerülni, majd így ilyen azért nagymamit is bevesznek, hogy ő sorsolhasson. És akkor mit tudom én, ha saját magát sorsolja ki, akkor bizonyos százalék lejön belőle. Ez még tök jó lenne. És akkor kisorsolja a mami szegény magát, mit tudom én, 60 ezres nyugdíja van, kisorsolja magát, mondjuk, hogy ebben a hónapban mondjuk egy 20-ast így be kéne fizetnie, de mivel ő sorsolt a saját magát, mit tudom én, egy ilyen 10% lejön belőle, vagy 15, és akkor így örül is, hogy nyert egy 10% így. Tök király lenne. Na. Na más egyébként meg a Let's Play-it amúgy, megint a pesti. És hát úgy néz ki, hogy megyek, mert hát ilyen nagy változások vannak itt a rendezés terén is, és nekem tök szimpatikus egyelőre ez. Úgyhogy kaptam én is elméletileg, hát meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogy működik, reméljük, hogy működik a dolog. Kaptam két jegyet én is, úgyhogy megyünk a Wikivel, és hát itt járkálok itt, mint egy izé. És akkor, ha valaki szeretne talizni, meg dumálni, meg mit tudom én, akkor tudunk találkozni. Úgyhogy ez nyugodtan jöjjön oda, dumáljunk, meg mit tudom én, a szokásos. Mert igazából nagyon lemondtam már erről, mert nagyon negatív ilyen élményeim voltak ezzel az egésszel kapcsolatosan, de most szimpatikus volt, ahogy írt nekem az a srác, az új szervező. És nekem az nagyon szimpatikus volt ez a hozzáállás most, úgyhogy megyek a plétre. És hát, hogyha tehetitek, aki megteheti természetesen, az, és oda kijön, akkor ott tudunk találkozni mindenképp. És akkor keressetek meg. Én szombaton leszek kint, szerintem ilyen, hát mondjuk 11-től mondjuk
nem is tudom mikor nyit már ez, 9 vagy 8 vagy 11 dél körül biztos, hogy kin leszek, szerintem egy olyan, hát nem akarok sokat kin lenni, mert annyi időt én nem tudok ott eltölteni, mert nem tudom annyira, de egyébként olyan 3-ig kin leszek, 4-ig, max, nem tudom. Elkészült ez a jó kis tojás, sült tojásos, hát tükörtojás lett belőle, de én szeretem a tükörtojást nagyon. És nézzétek, milyen omlós kenyeret vettem, meg itt olyan jó kenyeret lehet kapni, gyerekek, itt a... Itt, le, hát itt van ugye egy Tesco van, meg van egy ilyen kisbolt, egy ilyen maszek, ilyen nem tudom, maszek, ez is milyen szó, ez ilyen, ilyen kommunista, ez a maszek. És ott van egy ilyen kisebb bolt, és hát ezt el kell, hogy mondjam, Balázs Sütőde Kft. Félbarna kenyér, egy kilós, hát ez valami kegyetlen. Tehát nézzétek meg, nem tudom mennyire látszik, ezt nézd. Ilyen puha, és nézd meg, és ez a tömény kenyér. Tehát nem az a teszkos szar, már bocsánat, mert ilyen ételre nem mondunk ilyet meg minden, de komolyan mondom, hogy amikor megveszed, és egy ropogtatod tényleg a kenyeret, így ropog, mert fú, de jó, és másnapra az így az egész csontás száradva, ilyen ehetetlen tényleg, és ilyen szivacs az egész. Én azt nagyon utálom azért. Ilyen kenyérre ilyen allergiás vagyok, hogy nem tudom, hogy ezt miért csinálják, vagy hogy, de ugye vannak ezek a 130, meg 120-140 forintos ilyen teszkos kenyerek, vagy 100, én nem tudom. És akkor tényleg kénytelen az ember venni, meg tök jónak tűnik, és nagyon-nagyon rossz. Tehát tényleg akkor így meg lehet enni, és utána másnap az már semmi. Most ez a kenyér, ez 2 nap múlva is még ehető lesz. Ez biztos, mert már párszor vettem ilyet, és mondjuk 199 forint, de annyira nem vészes, mert igazából 260-70 is van egy kilós kenyér, mert tényleg 270 meg 300 egy kiló kenyér, mi durva már. És mi raktam ide ki minden egyes kést, mi bajom van, mit akartam vágni? Na majd visszanézem, ezt akkor pakoltam ide ki. Egyet vágtam a szalonnát. Ezzel mit csináltam? Ezzel vajasztam? Ja nem, miközben elmentem, ettem egy izét itt, egy vajas kenyeret, levágtam a sarkát, és azt megettem itt közben, de miért kellett 6 késsel dolgoznom, szóval ez ilyen hihetetlen, hogy így mindent széthagyok, de nagyon durva, még mindig. És nem emlékszem, de tényleg, nagyon brutál, de olyanokat tudok csinálni, hogy egyszer volt már egy ilyen nagyon-nagyon ősrégi vlogom, amikor a muterhoz mentem, és így elhagytam a telefonomat beszélgetés közben. Tehát, hogy valakivel beszéltem, és egyszer csak már nem volt a fülembe, szóval szerintem az best of. És aztán így betettem egy ilyen szekrénybe oda föl. De miért? És mindent így leszoktam így tenni. Az nagyon idegesítő tulajdonságom, hogy ilyen helyekre így leteszem, így a dolgokat, mondjuk ezt így viszem magammal, és így leteszem, hogy majd, mit tudom, valami eszembe jut, ezt nem tudom, ti csináljátok, hogy még eszembe jut, hogy az mondjuk kéne az a kis üveg, és leteszem, hogy majd fölveszem, és ezt elviszem, és az már kész. Utána már jövök vissza, hogy hova tettem, de miközben azt keresem, ezt megint ugye le fogom tenni valahova, hogy azt megkeressem, és akkor így. Én ezt így, ezt sikerül nekem. És akkor ez ilyen körkörös. Nagyon kemény. Na, gicsadó. Na, jó étvágyat, srácok. Na, papi, mami, találkozunk.